fő cél, hogy valahogy legyen ez így helyretéve, hogy nem valami turkálásról, kurkászásról van szó, másrészt nem valami misztikus csiribú-csiribá történik. Ez egy nagyon természetes folyamat, és csak egy a nagyon sok alternatív terápiás lehetőség közül. Dr. Ság Beáta 3 éve ismerkedett meg az alternatív gyógyászat ezen ágával. Magyarországon is egyre többen foglalkoznak hipnoterápiával, tanulmányai során megbúvó pszichológiai érdeklődése vezérelte. A hipnózis természetes relaxációs állapot, amely rendkívül hatékony, de nem csodaszer. A gyógyulás a paciens akaratától is függ. Akiknek valamilyen stresszes, konfliktusbeli problémájuk van saját magukkal, környezetükkel, közelebbi vagy távolabbi környezetükkel, vagy pedig valami olyan problémájuk van, ami önértékelési zavarokból ered. Én így látom jelenlegi tapasztalataim alapján, hogy ez az egyik legsikeresebb terápiás cél. A témával kapcsolatban dr. Ság Beáta először tartott előadást a Csengei Dénes Kulturális Központban teltház fogadta. Az interaktív élményekkel tarkított eseményen a publikum is számos kérdést intézett a hipnoterapeutához. A program a Közkincs Szabad Egyetem keretében valósult meg.